Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is lennék a Sims 4-nek az 59. részével, és hát ebben a részben valószínűleg fogunk menni Teóval, ugye, detektíveskedni, viszont már elég régen foglalkoztunk ugye a cukrászdával, úgyhogy azt is érdemes lenne megnézni. Illetve többen is írtátok azt, hogy kicsit jobban rendezem be a házat. Ennek úgy azért nem nagyon látom értelmét, mert hamarosan szeretnék elköltözni ebből a házból. És hát valljuk be, hogy úgy tényleg nincsen túl sok értelme. Viszont Teónak kicsit föl kellene vinni a kedvét. Meg fáradt is, meg igazából elég sok baja van. Úgyhogy gyorsan elküldöm WC-re, mert az a legfontosabb. És megpróbálom egy kicsit összehozni Summerrel. Az dob a szociálon is, és a kedvén is, én úgy tudom. Itt mindenki fekvőtámaszokat nyom? Mármint ez nem fekvőtámasz, hanem felülésre, akkor is. Az előbb ott Phoenix ott a tehén növénynél nyomta ezeket, most meg itt Summer. Jó, remek. Most éppen Phoenix van útban. Lányokat lefektetem aludni. Az a legegyszerűbb. Aludjanak. Jó, te is aludj. És akkor kicsit összehozom újra Teót meg Summert, mert már annyira régen foglalkoztam a kapcsolatukkal, hogy félek, hogy kezdenek egyébként elhidegülni egymástól. És ez nem lenne jó. Flörtöljön egy kicsit. Fogja meg a kezét. Aztán mi legyen, dobjon neki egy puszit. Remélem nem lesz nehéz őket összehozni. Oké. Csókolja meg. Jó, hát igazából szerencsére nem nehéz. Azon gondolkoztam egyébként, hogy lassan el kellene kezdeni akkor dolgozni, azon is, hogy legyen még egy gyerekük. Ugye még egyáltalán nem öregek, tehát most lettek még csak felnőttek, eddig fiatal felnőttek voltak. Úgyhogy amiatt nem feltétlenül kell aggódni, hogy esetleg Summer már túl öreg lenne ehhez, és akkor megnézzük, hogy ebben hogy is mutat az, amikor hát szerelmeskednek, mondjuk így. Mert írtátok egyébként, hogy itt is lehet. És föl is dobtam itt lehetőség, úgyhogy akkor nézzük meg. Vagy hát aki nem akarja, az ne nézze, nem tudom. Hát igen, ez elég érdekes, azt kell, hogy mondjam. De hát csak szerelmesen nézik az eget, hogyha esetleg valaki megkérdezni, azt mondanám, hogy csak szerelmesen nézik az eget. Azért van az a rengeteg szívecske ott. Na jó. Még mindig megy? Kicsit felpörgetem. Remek. Most akkor Teó, igen, most már jó kedvű, fönt van a szociális maxon, gyorsan megettettem, aztán utána lefektetem aludni. Remélem el tud majd még menni munkába, 8 órán belül kell dolgozni, úgyhogy szerintem ez simán fog működni. Jó, oké. És neki pedig, neki szinte csak aludnia kellene. De ő okos is lefekszik magától, nem kell utasítgatni. Ezt a sírkövet lehet, hogy jó lenne elrakni onnan. Eléggé ijesztő. Főleg, hogy nem családtag. Mondjuk ő családtagot se temetnék el a kertben, tehát... Most ez így furán jött ki, de értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy igazából egy vadidegen embernek a sírköve van a kertünkben. Jó, és akkor edd meg a maradékot. Még nem romlott meg, úgyhogy simán megeheted. Oké, Teó pedig még alszik. Meddig alszik még? Ugye nem 4 órán belül kellene dolgoznia, de nincs valami jobb ágy, ahol ki tudja magát jobban pihenni? Ezt create a copy. Nem, adja el. Adja el. Legalább keresünk egy kis pénzt, mondjuk nem olyan sokat, 402-t kerestünk, de az is több, mint a semmi.
És várjunk, csak csináljunk egy ilyen flirty paintinget, és akkor meg lesz ez is. És akkor 3x3 lesz, kapunk 200 ilyen pontot. És ha az meg lesz, akkor... hát még nagyon az elején járunk. Úgyhogy még nem lesz meg a különleges képessége. Viszont Teónak én úgy tudom, hogy most már meg lenne, hogyha... Ó, jaj. Jó, kelje fel, mert még munka előtt jó lenne, hogyha ezeket elintéznéd. Mert hogyha meg lesz neki ugye ez a különleges képessége, akkor nem tud elégni majd a tűzben. Szóval tűz által már biztos nem fog tudni meghalni, ami egy jó dolog, mert kérdeztétek, hogy mi lesz, hogyha Teó meghal. Hát nekem igazából ő a kedvencem, ugye vele kezdtem a sorozatot, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha ő meghal, akkor valószínűleg vagy lesz egy második évad másik családdal, vagy abba hagyom ezt a Sims-es sorozatot. Ez majd úgyis még a jövő zenéje, megpróbálok rá nagyon vigyázni. Jó, menjünk el vele dolgozni, az a baj nem tudta befejezni sajnos a kertészkedést, de hát majd ugye meglátjuk. Egyébként majd lesz olyan, amikor csak elküldöm, tehát hogy nem megyek vele a munkába, hogy tudjak a többiekkel is foglalkozni, viszont ahhoz, hogy előléptessék, ahhoz mindenféleképpen vele kell menni egyszer vagy kétszer. Úgyhogy most azért mentem vele, mert az előző részben léptették ugye elő. És hát jó lenne minél hamarabb itt is a ranglétra a tetejére kerülni. Mondjuk nem, most nem kellett volna, hogy vele jöjjünk, de mindegy. Hát, ha most már van valami izgalmasabb. Ezt a férfit túrjuk ki a számítógép elől. Get case assignment. Oké. Engedje. Igen, megint számítógépes, cross-reference database. Igen, és akkor a vezetővel is kellene beszélni. És itt elmetek kell, hogy legyen egy olyan, hogy talk to the chief. Itt van talk to the chief. Jó, oké. Okay. Ja, már oda jött, azt hittem még mindig ő ülott. No choices, nem funny, hanem friendly. Oké. A Tetris-es játékról beszélgetnek. Get criminal fingerprints. Booking station. Van itt egyáltalán olyan ember? Vagy nem, itt van a booking station. Ez egy kriminál? Nem hiszem. Ez nem egy bűnöző. Vagy azoktól, akiket ide bezártunk, azoktól is lehet venni még új lenyomatot? Tudunk venni végül is. Officer. Azt hittem, hogy együtt vannak. Azért van itt, de nem. Nem ugyanaz a családnevük, úgyhogy valószínűleg nem. Oké. Okay. Na hát akkor kérünk tőlük egy új lenyomatot. Mutasd a praclid. Oké. Okay. Zárjuk vissza a cellába. És húha, teljesen letisztult a tábla. Úgyhogy start a case map. Igen, és akkor szerintem utána tudunk majd megint elmenni egy új helyre, ahol egy új bűnügyet tudunk majd megnézni. Travel to crime scene, igen. Na hát kíváncsi leszek, hogy most vajon mi fog történni. Ugye eddig két ilyen ügyünk volt, az egyik az Adával volt kapcsolatos, illetve hát Ada is ott volt. Ugye ott egy házat rongáltak meg, egy zongorát talán, meg még valamilyen hangszereket, illetve a második az egy ilyen teligrafitizett ház volt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most itt mi lesz. Ha, jó, megint nyomoznunk kell. És igen, megint tele van graffitizve, meg össze van törve minden, nagyon komoly. Először is kérdezzük meg az itt lakókat, hogy mi történt, ők miről tudnak. Oké.
És még egy embert ki kell kérdeznünk. Kérdezzük meg ezt a kopasz embert még itt. Nem kérdezi meg? Vajon? Oké, megvan még egy. És még egy embert meg kellene kérdeznem, három embert. Hát mondjuk... vannak itt egyáltalán hárman? Aha, ott van még egy nő, akit nem kérdeztem meg. Szépen használjuk egyébként a WC-t, tehát így ide jöttünk WC-zni. Jó, ezt a nőt is kikérdezzük. És keressünk bizonyítékokat. Ezt lefotózom, mintát veszek, és megnézem, hogy van-e rajta valamilyen új lenyomat. Illetve ezekről is veszek mindenféleképpen új lenyomatot, mert ezekből fog majd kiderülni az, hogy milyen embert keresünk. Tehát minél több bizonyítékot gyűjtünk, annál könnyebb lesz majd elkapni azt, aki valóban elkövette itt a büntettet. Meg hát így fognak minket igazából előléptetni, hogyha dolgozunk, nem csak itt ülünk, mint a többiek a törött tévé előtt. Hát ezekkel a grafitikkel már nem nagyon tudok mit kezdeni. Viszont innen még több bizonyítékot tudok szedni. Ezekről a különböző gépekről, illetve elektronikai dolgokról. Kék halál. Hát nem tudom egyébként, hogy itt mi történhetett. Elég komoly, hogy erre nem keltek fel. Jó, menjen akkor vissza a rendőrségre. És akkor szerintem most... Nem fogok túlórázni, mert igazából így is már maximum van a munka teljesítménye erre a napra, és most következő alkalommal amúgy is majd tudunk új dolgokat csinálni. Most annak nem látom értelmét, hogy visszamegyünk a rendőrállomásra, és ott még felrakunk egy-két fotót a falra, inkább akkor majd új ülterővel, amikor következő munkanapunk elkezdődik. Jó, igen, hát körülbelül egyébként ennyit lehetne csinálni. Bár lehet, hogy még felrakom a bizonyítékokat, hogyha még engedi az időm. És akkor a következő alkalommal pedig megnézzük a bizonyítékokat. Jól van. Viszont akkor szerintem hazaküldöm. Ja, még 9 perc van hátra a munkával, akkor azt még megvárom azt a 9 percet, nehogy aztán az legyen a baj, hogy hamarabb hazamentünk 9 perccel, és 609 szimoleont kaptunk. Na hát ez egész jó volt egyébként, és szerintem akkor a maradék időben, akkor megnézzük ezt a cukrászdát, illetve elkezdek sütni inkább a cukrászdához dolgokat Teóval, mert hogy ugye ő a legjobb szakács, illetve hát most már cukrász is ebben a házban, és nyilván egyébként az ő dolgait elég jó áron el lehet adni. Bár foglalkoznia kellene a kerttel, nem? Inkább foglalkozzanak. Jaj, nekem viszont nagyon sok baja van most. Nagyon szép ez a WC. De hát ha muszáj használni, akkor sajnos muszáj. Kicsit megpróbálom fölpörgetni itt a dolgait, és akkor még azért elküldöm ide a kertbe. Mert jó lenne, hogyha még tudnánk fejleszgetni itt a kerten, de az a baj, hogy nagyon elhanyagoltam, mert állandóan dolgozik. És holnap is dolgozni fog. Phoenix alszik, mármint ő Summer alszik. Summerrel kezdek el akkor, vagy nem is tudom, kivel kezdtünk el sütögetni? Talán Phoenix-el, ugye? Ugye megnézem. Igen, cooking 5-ös. Hát jó, akkor bake. És akkor csináljon ilyen kajákat, igazából mindegy nekem. Premix brownies. Meg sugar cookies. És egyelőre ennyi elég lesz. Na, hogy halad közben itt a kert? Hát ez még sokára lesz meg sajnos.
Ugye 3/10 az Excellent Plants. És szerintem most annyira elhanyagoltuk, hogy inkább visszafelé fejlődnek ezek a fák, mint előre. De hát majd meglátjuk. De Jana nem tud egyébként egyszerre. Lehet kellene venni még egy sütőt, nem? Igazából nincs semmi akadálya. Wow, itt egy ilyen luxus szoba. Illetve ugye ez a új kiegészítővel jött. Illetve néztem, képzeljétek el, hogy megint jön új kiegészítő, van itt ilyen cuccok csomag. Hát még gondolkozom rajta. Viszont megszavaztátok azt, hogy legyen ezekről ilyen kisebb bemutató videó, úgyhogy lehet, hogy a videó kedvéért mégis csak majd beruházok rá. Egyébként ilyen jacuzzi lesz benne, meg hát olyan dolgok egyébként, amik benne voltak már alapból a Sims 2-ben, meg a Sims 3-ban, de most megvehetjük. Szerencsére. Na mindegy, ebbe nem menjünk bele. Wolf. Jó, Diana, te most rád nem érek rá, nem, ne haragudjál, de neked könyvet kellene olvasnod, ugye? Ahhoz, hogy kicsit előrébb juss el az életben. Nincsen könyves polcunk. Valóban eléggé hiányos ez a ház, azt kell, hogy mondjam. Hol van könyves polc, vajon? Oké, itt van könyv. Vajon ez mennyivel jobb könyves polc, mint az? Szebb. Nagyjából annyival. Hú, ez nagyon nagy ez a könyves polc. Ilyen nagy nem kell. Úgyhogy veszek egy ekkorát. De szerintem volt neki könyves polca, csak valószínűleg vagy eladtam, vagy akkor vettem, amikor ugye visszaállt a régebbi mentésre. Jó, hát akkor olvassák könyvet. Aztán lehet, hogy van itt valahol eldugva, csak én nem vettem észre. De az egy hűtő, az nem könyves polc, az biztos. Summer fölkelt már. Nem, viszont pásztázhatná az eget, ha már megvettük azt a cuccot, ne csak arra használjuk, hogy... na, értitek? Ha közben elkészült ez a breadsticks. Úgyhogy ezt berakom az inventoriába, és közben megvett mindent, és itt hagyta. Jaj, de szeretlek! Na, menjen vissza, aztán dolgozzá. Ő pedig éhes. Van még benne valami? Ó, van még csoki torta. Nagyon ki voltam bukva, hogy ennyi csoki tortát sütöttünk, de most valahogy örülök neki, hogy mégiscsak van belőle. Legalább egy fél éve nem kellett semmit se sütnöm, meg kaját csinálnom. Mert mindig van csoki torta ebben a házban. Jó. Na, hát... Harvestol. Nem, hogy most mit csinál igazából? Ja, még mindig a... kerttel foglalkozik. Nagyon komoly egyébként, szegény. Alszik, kerttel foglalkozik, dolgozik, és így ennyiből áll szegénynek az élete. De most már elkezdte leszüretelni a dolgokat. Ami egy pozitív dolog. Viszont az a baj, hogy nem lehet szerintem kertészt fogadni, meg hát akkor nem is nagyon fejlődne az élet célja. Hú, viszont már 5 darab excellent plantünk van, és most több nem csillog. Jó, oké. Na hát akkor Teó, egyél valamit, mert fel fogsz kelni arra, hogy éhes vagy, mondjuk. Ez micsoda? Ne, elfogyott a csoki torta, most már csak üres tányérok vannak a hűtőben. Remek. Hú, nagyon rosszul érzi magát Teó. Ennek nem örülök. Hey, Summer, Summer, hát ő jól érzi magát, ja igen, pásztázt az eget, Stargaze. Vagy nem, Track Satellite, azzal talán többre mész. Nem igazából értem egyébként, hogy még miért nem léptették elő, szerintem ő már ilyen 1000 éve astronauta. De hát mindegy, neki is már elő kellene, hogy léptessék. Neki is. De valamiért nem. Jó, mondjuk annyira sokat nem foglalkozom velük, tehát inkább Teó munkájával foglalkozom, de nekik is igazából megvan minden ahhoz, hogy előléptessék őket. Azért nem értem. És ilyenkor mi fejlődik vajon? Gondolom a logikája. 6-os logikai skillja van.
És most a logika az hányoson van? Hatoson. Igen, az fejlődik, mert az van sárgán kiemelve. A tején növényt majd meg kell etetni. Mondjuk olyan emberrel, aki ébren van. Jó, oké. Viszont szerintem akkor ennyi is lenne ebből a részből. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Dogi voltam. Sziasztok! A videó elkészültét az Infinity Hosting támogatta.